Egész héten Nashville-ben voltam, és folyamatosan dalokat írtam, és a 4 órás autóúton csak arra tudtam gondolni, hogy mikor érek haza. Aztán leültem Jonathan Smith-szel és Mia Fields-szel zenélni. Akkoriban a feleségemmel aktívan részt vettünk a börtönszolgálatban a gyülekezetünkben, és a Chain Breaker-t valaki önként dobta be, hogy kéne írnom egy olyan dalt, aminek a címe, hogy a láncokat letépő. Az első mondat, ami kijött a számon, az volt, ami a dal első sora lett, hogy ugyanazon a régi úton jársz mérföldről mérföldre, amire visszakérdeztek, hogy mit mondtál, 15-20 perccel később kész volt a dal. Zach Williams keresztény művész Chain Breaker című lemeze 2018-ban Grammy-díjat nyert a legjobb kortárs keresztény zene kategóriában. De volt idő, amikor Zach életében súlyos láncok voltak. Zach az arkansas-i Jonesboro-ban nőtt fel és keresztény neveltetést kapott. Mesekönyvbe illő gyerekkorom volt. Amióta csak az eszemet tudom, minden vasárnap és szerdán gyülekezetben voltunk, és ismertem fejből az összes történetet, az igehelyeket, tanításokat, meg az ilyesmit. De a szívre vonatkozó részét szerintem egyáltalán nem értettem. A középiskolában inni és drogozni kezdett. Teljesen magába szívott ez az élet. Nem volt semmi a gyerekkoromban, ami az ivásba vagy a drogba taszított volna. Sokkal inkább a rossz társaság volt a hibás. Tudtam, hogy nem helyes, de abban az időben ez szórakozás is volt nekem. Nem gondoltam, hogy egy nagy ügy lenne ez, de nyilván, ahogy idősebb lettem, egyre nagyobb problémává vált ez az életemben. Kosárlabda sztár is volt, aki egyetemi szinten akart játszani, de amikor egy sérülés parkolópályára küldte a karrierjét, gitározni kezdett, és megváltoztak az életcélok. Rockstar akartam lenni, hogy tovább élhessem ezt az életet, így megváltoztattam az életcélomat. A következő 10 évben szó szerint mindenhová vittem a gitáromat, akárhova mentem. Saját zenekart alapított, aminek ironikusan az volt a neve, hogy Zach Williams és a Reformáció. Volt némi sikerünk, turnéztunk Európában néhányszor, itthon is volt turnénk, és az egyik nyáron a Japánban állomásozó csapatoknak is játszottunk, és nekem úgy tűnt, hogy befutottam. Zach találkozott Kristennel, akit később feleségül is vett, ám megváltozni nem volt hajlandó. A közös életünk első pár évében nagyon gáz voltam. Sokat ittam, drogoztam. Emlékszem, hogy mindig mondtam a nejemnek, hogy tudtad, mibe mész bele. Nem fogok megváltozni. Ugyanez a lemez ment mindig, amikor mondta nekem, hogy fel kéne nőnöd végre, és hogy változtatni kéne az életünkön. Tudtam, hogy igaza van mindenben, hogy változásra lenne szükségem. Szülei közben folyamatosan imádkoztak érte. Így próbálta megisten a hitüket. Én is láttam, hogy nem hagyják abba az imát, nem adják fel. Még ha nem is akartam, hogy imádkozzanak értem, akkor is átjöttek hozzánk, leültek a kanapéra, és a családunkért imádkoztak. Belefáradt a rocker életbe és a súlyos károkba, amit a családjában és a házasságában okozott. Nyilván azzal az életvitellel, amit éltem, nem lehettem jó apa. Az összes siker, a zenekarom és a zenénk ellenére egy nyomorult üres roncs voltam, és ezen semmit sem javítottak a fellépések. Minden este a színpadon álltam, csak az élvezet miatt, amit a tömeg okozott. De aztán, amikor lementem a színpadról, mindig nyomorult állapotban mentem haza. Mindig úgy éreztem, hogy egy senki vagyok. Spanyolországi turnéja alatt meghallott egy dalt a rádióban. A Megváltott című szám ment a Big Daddy Weave-től, abban a spanyol rádióban. Isten felkeltette ezzel a figyelmemet. Azt üzente, hogy én máshogy nézek rád, mint ahogy te nézel magadra. Megkaptad tőlem a tehetséget, a lehetőségeket, és én azt akarom, hogy ezt az én ügyemért használd. Zach aznap éjjel felhívta Kristent. Megmondtam neki, hogy ha ez a turné lemegy, kiszállok a zenekarból, lemondom a fellépéseket. Emlékszem, amikor beléptem az ajtón, sírva kértem a feleségem és a gyermekeim bocsánatát. Bocsánatot kértem a múltért, minden rosszért, amit tettem. Szörnyen éreztem magam. Ez volt az a pillanat, amikor mondtam Istennek, hogy nem bírom el ezt, és nem érdekel, hogyha soha többé nem játszom egyetlen dalt sem a gitáromon. Ha ez kell ahhoz, hogy jó apa legyek és a gyülekezetbe járhassak, hogy az apám építési vállalkozásában dolgozzak, akkor ezt fogom tenni. Aztán egy imával behívtam Istent az életembe, hogy éljen velem és legyen Úr az életemben. Megkönnyebbültem, hogy többé már nem kell azt a szélmalom harcot folytatnom.
És akkor elkezdtek a dolgok megváltozni az életemben. Zack és Crystal is befogadták Krisztust 2012-ben, és a helyi baptista gyülekezetbe kezdtek járni. Dolgozni kezdtem, és úgy fél év múlva az apámmal dolgoztam az egyik építkezésen, amikor szavakat kezdtem el hallani a fejemben, amiket leírtam, és mielőtt észbe kaptam volna, már írtam is egy keresztény dalt. A gyülekezet vezetői felkérték, hogy legyen ő a dicséret vezető. Teljesen megdöbbentett, hogy hajlandóak esélyt adni valakinek, akit addig alig ismertek. De ők látták, ahogy Isten munkálkodott a családunk életében. Mikor először felálltam a színpadra és vezettem a dicséretet, életemben először tudtam, hogy nem csak megjátszom magam. Behunytam a szemem, és csak az Úrnak énekeltem. Új ajtók is nyíltak Zack előtt. Például egy lehetőség, hogy ismert nashville-i dalszerzőkkel dolgozzon. Minden nap 4 órát utazott oda-vissza Jonesboro-ból, aztán egyik este felhívta az egyik lemezkiadó képviselője. Azt kérdezte, hogy ősz, mire én persze. Azt mondta, hogy lejátszottam a dalodat az egyik kiadónak, és lemezszerződést akarnak ajánlani neked. Én erre, mi van? Az ima, amit 6 hónappal ezelőtt mondtam Istennek, meghallgatásra talált. Zack, Crystal és a gyerekeik Nashville közelébe költöztek. Zack új zenekarával turnézik, és alig várja, hogy meglássa, Isten mit tervezett vele, és a zenéjével kapcsolatban. Mióta elértem a gödör alját és térdre borulva imádkoztam a szobámban 2012-ben, egyik dolog történik a másik után. Isten beavatkozik az életembe és a családoméba is. Megerősítette a házasságomat, a kapcsolatomat a feleségemmel. Annyira jó látni és átélni mindezt. Nagy alázatra adok ott, tudni, hogy Isten meghallgatja az imáinkat és a könyörgéseinket. Ez nagyon menő.